Sziasztok divatikon nézők, még mindig itt vagyunk a Millenáris Parkban egy Nestlé Fitness rendezvényen, és itt van mellettem Karamell. Szia Karamell! Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Gondolom most minden energiádat és idődet feléli, hogy készülsz a nagy koncertre a decemberire, és mégis mesélj nekünk róla, hogy ez hogy fog kinézni, hogy milyen hangszerelés lesz, milyen fellépők lesznek melletted még. Még igazából mindenre kíváncsiak vagyunk. Hát a hangszerelés az nagyon jó kérdés, ugyanis hát ismételten egy szimfonikus zenekarral állok színpadra, ami legalább 100 fő zenekart jelent, a saját zenekaromon kívül. Ez a debreceni Kodály Filharmonikusok. Úgyhogy ez a hangszerelésben azt igényli, hogy minden dalt át kell írni ilyen szimfonikus zenekari átiratra, ami nem kis munka, de nagyon-nagyon izgalmas. Szóval én nagyon-nagyon szeretem az ilyenfajta teljesen egymástól függetlenül élő stílusokat ötvözni, a klasszikus zenei elemeket a saját dalaimmal ötvözni, a rock zenei hangzással, az R&B-val, a hip-hoppal egyé gyúrni, az egy nagyon-nagyon, nem tudok más szót mondani, izgalmas hangzást eredményez. Úgyhogy nagyon-nagyon élvezem a próbákat. Más fellépő rajtam kívül igazából nem lesz. Arra gondoltam, hogy ilyen társfellépők esetleg, hogy egy duett vagy ilyesmit láthatunk-e? Igen, ezt általában mindig az utolsó pillanatban találom ki. Szóval meglepetés vendég lesznek, gondolom. Igen, én úgy szoktam vendéget hívni, hogy akit mondjuk nagyon szeretek, nagyon tisztelek, de mondjuk még nincs olyan szinten, amilyen szinten én szeretném, akkor én szoktam ilyen fiatal énekeseknek így lehetőséget biztosítani, hogy egy arénás koncerten érezze át, hogy milyen ott egy 14 ezer ember előtt énekelni, hihetetlen élmény. Úgyhogy valószínűleg az utolsó pillanatban valami számomra nagyon-nagyon kedves énekesnőt, énekest valószínűleg meg fogok hívni. Nem tudom még, hogy ki lesz az. Tehát a hál' Istennek sok a lehetőség elég tág, mert ugye ott vannak a voice-osok, akikkel együtt dolgoztam, meg még van egy-két olyan énekes Magyarországon, akit nagyon-nagyon szeretek, és szeretném, hogyha megtapasztalná ezt a lehetőséget. Hát ez mindenképpen nagy élmény lehet egy ekkora arénában. Hány dallal készülsz, azt megtudhatjuk? Hú, hát hány dal pontosan, azt így most fejből nem tudom, mert a mostani koncertet, ez most már egy kicsit ilyen kulisszatitok, ilyen blokk-szerűen szeretnénk megcsinálni. Vagy figyelem, kulisszatitok! Az azt jelenti, hogy lesz, szóval nem egy dal lesz, hanem lesz egy dal, ami önmagában foglal mondjuk 5 dalt. Szóval 5 dalt kötünk össze különböző ilyen izgalmas zenei megoldásokkal, és akkor utána a következő dalban megint egy 4-5 dal egybe, ilyen blokkszerűen fogjuk megcsinálni, hogy hány blokk lesz, az még egyelőre nem tudom, de összesen ilyen 2 órás lesz a koncert kb. Ugyebár egy ilyen nagy koncert, egy ilyen nagy szabás azért fizikálisan és mentálisan itt nagyon kimerítő. Hogyan készülsz erre mégis? Hát mentálisan elég egyszerű ráhangolódni, ugye, mert a próbák alatt végig ezzel foglalkozunk hónapokon keresztül. Úgyhogy mire oda kerülünk a sportaréna színpadára, addigra már ez a zenei közeg eléggé megszokott lesz számunkra, meg összeszokott csapattá válunk addigra. Mentálisan így működik a történet, fizikálisan pedig mint egy versenyre felkészül az ember, edzések. Táplálkozásra gondolom most sokkal jobban odafigyelsz. Így van, a táplálkozás a legfontosabb. Most elkezdtem egy szénhidrát szegényebb diétát, amely azt jelenti, hogy csirke mellett eszem rostos. Csirkemell rizs. Igen, de várjál, nem ehetek normál rizst, úgyhogy csak barna rizst eszem. Grillezett csirkemell, roston sült csirkemell, párolt csirkemell vagy hal. Egy héten egyszer eszek marhabélszint, azt is így hirtelen megsütve, hogy nem tudom, hogy mondják ezt, meg zöldségeket. Szóval barna rizs, csirkemell, hal, zöldségek közül pedig így a párolt brokkolit kedvelem a leginkább. Meg igazából azt szabad enni, mert megtudtam, hogy nem lehet paradicsomot ennem, meg ilyen történetek. Úgyhogy most így elég szigorúan. Komoly odafigyelés van. Komolyan figyelek, de hál' Istennek a barátnőm készíti minden reggel a kis csomagomat. Nagyon menni az iskolába. De komolyan vett egy ilyen
egy nagy, ilyen matriuska ételhordó, tudod, hogy így van egy nagy ételhordó, és van benne öt ilyen kis rekesz. Reggeli, ebéd, uzson. És akkor így megcsinálja nekem mindenre. Nagyon aranyos. Úgyhogy baromi finom, meg nagyon jól esik. Úgyhogy igazából nincs is ilyen diéta feelingje az egésznek, mert... Addig jó, még jól esik. Ja, addig jó. Mondjuk most már kezdem, a barna rizssel vannak problémáim, mert szerintem az borzalmas. Ó, én is kóstoltam, és hát szerintem mégis föld a sima is a barna rizs, legalábbis nekem. Na, sajnos borzalmas, de hát a siker érdekében próbálom ezt tartani. És ezt az egészséges életmódot a nagy koncert után is megtartod részben, vagy teljesen? Mindenképp meg szeretném megtartani. Nem, nyilván nem azt jelenti, hogy karácsonykor barna rizs fogok enni natúrcsirke. Halászni mellé egy kis barna rizs. Szóval karácsonykor nyilván becsúszik egy kis töltött káposzta, egy darab, de... Nagyon pici fehér kenyérrel. Hát azt majd meglátjuk egyébként, mert én így az ünnepek alatt megszoktam fogni a kaját. Én akkor szoktam fogyni egy 3-4 kilót, mert így eltelítődöm. Az ünnepek alatt például a karácsony? Mivel látom azt, hogy mindenki zabál körülöttem, hazamegyek, anyukám 88 félét főz, meg bármilyen ismerőshöz megyünk, ott is ugye rengeteg kaja süti, és én így besokalok a látványtól. De most így komolyra fordítva szólt, nyilván az a célom ezzel az egészen, hogy ez egy életformámmá váljon. Nagyon-nagyon fontos az egészség. Most beszéltem egy 27 éves barátommal, itt a rendezvényen futottam vele össze, és volt már két szívrohama. Szóval nagyon-nagyon fontos az, hogy... Piros ételek. Meg a stressz, meg a rengeteg munka. Szóval nagyon fontos, hogy hogyan étkezünk, mennyire stresszeljük magunkat. Szóval ezen próbálok én is. Nem azért, mert félek, hanem jobb félni, mint megijedni. Úgyhogy próbálok az egészségemre most már tényleg nagyobb hangsúlyt fektetni. Én is család alapításra készülök. Tényleg szeretnék, minél jobb lenne a szakmámban, szeretnék nagyon sokat fejlődni, és ehhez elengedhetetlen az, hogy az ember jó fizikális, meg lelki állapotban legyen. És ha már mondtad a stresszt, van valami félelmed a koncerttel kapcsolatban? Hogy valami nagy félelem, hogy vagy valósul el valamilyen konkrét esetleg, vagy csak ilyen általánosság? Hát hál' Istennek annyira profi stábban dolgozom, hogy az... Nyilván nem fordulhat elő, hogy leesek a színpadról, vagy beszakad alattam a színpad. Bár ki tudja, most már lehet, hogy így kívtam a sorsot ezáltal a kijelentéssel. Kopogjuk le valahogy gyorsan. Reméljük, nem esek le a színpadról. Jó lesz a koncert. Figyelj! Bármi probléma lehet egy koncerten. Elronthatom a szöveget, elronthatom a saját dalomat. A gitárosom vagy a dobosom játszhat valamit nem úgy, ahogy kell, de úgy gondolom, hogy ez nem egy katasztrófa, szóval... De igazából csak ti fogjátok észrevenni, ha így lenne. Szóval nem vagyunk robotok, hibák minden egyes koncerten előfordulnak, minden egyes koncerten hibázok én is, mivel nekem is nagyon sokat kell még tanulnom erről a szakmáról. Egyre inkább fedezem fel, hogy mennyire nem tudok énekelni. Szóval szeretnék nagyon-nagyon sokat tanulni. A hibák azok velejárója a dolgoknak, úgyhogy ezen meg nem stresszelünk. Megpróbálok mindent megtenni, hogy minél jobban sikerüljön a koncert, úgyhogy a többi meg már a sors kezében van, úgyhogy... Hát szerintem ez a legjobb hozzáállás. Köszönöm szépen az interjút, és nagyon sok sikert kívánok a koncerthez. Sziasztok! Sziasztok.